Két baleset is történt tegnap este egy személyautó a Fűtőház utcában villanyoszlopnak ütközött. A balesetben személyi sérülés nem történt. A járművet a ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították, átvizsgálták, majd pedig biztosították a helyszínt. Az M4-es autóút 68-as kilométer szelvényénél hajtott tárokba egy személyautó, amely átszakította a szalakorlátot és az árokban az oldalára borult. A gépkocsi sofőrje egyedül utazott, önerejéből hagyta el az autót. Ez alkalommal is a ceglédi hivatásos tűzoltók áramtalanították és vizsgálták át a gépjárművet, majd biztosították a helyszínt.